2017. április 28-án ezeket a híreket fogjuk megnézni. Gondolom mindenki hallott arról, hogy mesterséges méhet készítettek, úgy értem, hogy mint ugye látható a képen, ahol egy egy baby bárányt fel lehet nevelni, illetve az anyán kívül életben lehet tartani, különböző csövekkel és mechanizmusokkal Biztos vagyok benne, hogy a technológia rendelkezésre áll ugyanúgy, ahogy számos más, amiről nem tudunk, és számos más, ami nap, nap után kiderül. Az, hogy ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy meseséges embereket készítettek, nem tudom, de általában azok a dolgok, amelyek hihetetlenek, azok a végén kiderül, hogy azok a valóság, és szerintem ebben az esetben is valami állhat a háttérben, hogy szükség van-e, nekik arra, hogy mesterséges embereket kreáljanak, nem elég. nincs elég droid az utcákon, nem vagyok benne biztos, de mindenképpen érdemes elgondolkodni a dolgon. Hiszen az igazság mindig oda van rejtve, ahol az ember azt legkevésbé várná és gondolná, és ez esetben is valami biztosan áll a háttérben, aminek valósága alapja van. Oldalak, mint a The People's Voice amelyek elég népszerűek az emberek körében, és úgymond alternatív, alternatív, média oldalak ugyanúgy részei a propagandának és a közmédiának, mint, mint bármelyik nagyobb, ismertebb média csoport, mint például CNN vagy Fox, de akár Magyarországon is a, a közmédia adók. Egyszerűen csak azt a látszatot kelti, hogy az emberek alternatív információt kapnak, illetve illetve mélyebb betekintést abban, hogy mi az igazság, azonban a valóság az, hogy az ellenség és az elit sokkal kifinomultabb eszközökkel dolgozik annál, mint hogy, mint egy egyszerűen csak egy alternatív média oldal elárulná az igazságot. Az igazságot valószínűleg soha nem fogjuk megtudni mindenről. A lényeg az, hogy amit mondanak és ami a közéletben szerepel az, az általában hazugság, amennyiben egy úgynevezett alternatív média oldal ugyanazt árulja el számunkra, mint majd unja, mint a közmédia, vagy mint Alex Jones, akkor biztosak lehetünk benne, hogy valami hazugság áll a háttérben. Ugyanúgy a félelemkeltésről van szó, ebben az esetben Japán ugye 10 percet ad a polgároknak, hogy elmeneküljenek rakéta támadás esetén, amennyiben éjszakorra a támad. Természetesen a félelemkeltés a lényeg, illetve az, hogy felkészítsék az emberiséget arra, ami következik. Ezt a célt szolgálja az úgynevezett alternatív média is, ahol még mindig olyan, olyan emberek, mint Ron Paul hősként vannak beállítva, akik ugyanúgy részei az egész gépezetnek, mint, mint ez a bohóc Bill Gates, vagy pedig, vagy pedig McCain. Mellesleg Ron Paul fia, Rand Paul, szintén a politikában töltötte az egész életét, és annak szentelt az egész életét, hogy az embereket megtéveszti, és nagyon sikeres ebben. Hiszen mind a mai napig az emberek azt gondolják, hogy vannak hősök a politikában, és egyes emberek értük harcolnak, míg pontosan az ellentéte igaz. Mindezek az emberek, akiket a politikában látunk, azt a célt szolgálják, hogy megtéveszék az embereket, és nagyszerűen teszik a dolgukat néhány cikk azt taglalja, hogy vajon mekkora, milyenek az erőviszonyok egy, egy esetleges háború esetén Oroszország és a NATO között. Teljesen fölösleges ezekkel foglalkozni, hiszen az igazi számokat soha nem fogjuk megtudni, nem is tudjuk. Az, hogy ők mit mondanak, szerintem még csak ötletet sem adhat, hiszen minden, amit mondanak, teljesen megbízhatatlan különösen a azok a hivatalos vélemények és a hivatalos számok. Úgyhogy szerintem ilyen dolgokkal foglalkozni fölösleges, hogy ki milyen, milyenek az erőviszonyok. A lényeg sokkal inkább az, hogy hogyan lehetne ebből az egészből kimászni és elkülönülni a világtól, amire ugye számos másik videó ezen a csatornán választhat. azoknak, akik valóban azt keresik, akik bel akarnak bonyolulni a világ dolgaiba, próbálni kihámozni az ilyen dolgokat és az igazságot a. Pusztán a hivatalos véleményre és álláspontra és adatokra hivatkozva, azok soha nem fogják megtudni az igazságot. A lényeg az, hogy ezekkel foglalkozni teljesen fölösleges, hiszen fogalmunk sincs arról, hogy addig, amíg hazudnak mindenben, kezdve egészen az atombombától, az atomenergiától, egész mindenig, akkor az számogat, hogy kinek hány atombombája, amikor az egész egy nagy hoax, teljesen fölösleges. Ugyanez ugyanez a helyzet a haderővel és minden mással, amit ők mondanak. Nagyszerű példa arra a The People's Voice egyik cikke, hogy hogyan is manipulálja az alternatív média, ugyanúgy, ahogy a, a közmédia és a hivatalos álláspont az embereket, hiszen arról van szó, hogy ugye egy dirty bomb anyag veszett el dél Texasban, és kilenc állam ezért készültségben van ez a dirty bomb, egy bombafajta, amiben rádióaktív anyag található. Maga a rádióaktív anyag egy hoax, egy hazugság. Tehát az egész onnatok kezdve az a lényeg az, hogy ugyanúgy az alternatív média azt, azt a propagandát terjeszti, amit a közmédia is, talán egy kicsit másabb formában, azonban talán még veszélyesebb, hiszen az emberek megbíznak ezekben, és azt hiszik, hogy valóban valaki elmondja nekik az igazságot, miközben senki nem fogja nekik az igazságot elmondani. Különösen nem azok, akik ugyanazt terjesztik, csak egy B verzióját a hivatalos álláspontnak. Az igazság az, hogy minden, amit tudunk a világról, egy hazugság. Aki innen indul ki, az talán esél indul arra, hogy megértse. Amennyiben valaki elhiszi a mesét a nukleáris bombáról, meg a radioaktivitásról, meg arról, hogy ez a történet megtörtént, akkor ők honnan, hogy nem tudják, hogy ez az egész egy hazugság. Hogyha, hogyha egyébként meg ki lehet deríteni, hogy lehet az, hogy egy ekkora, egy ekkora oldal, mint ami a, a The People's Voice, csak a Facebookon 700 ezer követője van, hogy lehet az, hogy őnek egy fogalmuk sincs arról, hogy amit terjesztenek, az egy nevetséges ö, ostobaság. Úgy, hogy ugyanúgy részei, ugyanazok támogatják, ugyanazok hozták létre, akik a nagyobb médiaállomásokat. Pontosan azért, hogy az embereknek az a része, aki azt hiszi, hogy felébredt, belesétáljon egy második álomvilágba. Végre egy igazságot is láthatunk a mai nap során, ugye ez arról szól, hogy szaud ugyanolyan háborús bűnös, mint Izrael. Természetesen az, hogy a, a, kazárok és az askenázi emberek, akik Izraelben ma tartozkodnak, semmi közük nincsen az eredeti néphez, ugyanúgy, ahogy a szaudi királyságnak sincs semmi köze az, ahhoz a területhez, ahol lakik. Tehát mind a kettő folyamatosan háborúságban lesz mindaddig, amíg a megváltó vissza tér és rendet nem tesz azon a területen, amit ő az ő népének ígért. Ez a probléma a közel-keleten mindig is ez volt, mindig is ez lesz. Az emberek persze elhiszik, hogy az olaj, vagy a, a muszlim, zsidó, keresztény ellentét, vagy bármi mesét elhisznek az emberek, csak az igazságot ne. Ezek az emberek, mint a Szaudi Királyság, vagy Izrael, vagy Oroszország, vagy Amerika, vagy Jemen, az összes együtt dolgozik azért, hogy a világot megtévesse a jemeni királyt, meg a jemeni uralkodókat ugyanúgy nem érdekli, hogy mi történik az emberekkel, mint a szaudit, vagy az izraelit. Azok, akik irányítják a világot, egyáltalán nem úgy gondolkodnak, mint ahogy mi. Mi azt gondoljuk, hogy, hogy irányításért, vagy pénzért, vagy olajért, vagy aranyért, vagy akármiért megy a harc. Közben ez a harc soha nem azért ment, ez a harc mindig is azért ment, hogy az egész világot rabszolgasorsba tudják tenni, és kényszeríteni. A hatalom, a pénz, minden az övéké mindig is az volt. Tovább akarják ezt vinni egy lépéssel, úgyhogy teljes kontroll legyen az emberek fölött. Úgy, mint egy támirányítású drón, aminek most láthatjuk az úgynevezett béta tesztjét. Az emberek már olyanok, mint egy drón, meglátnak egy, egy hírt, meglátnak egy, egy hozzászólást, vagy egy posztot a Facebookon, vagy a Twitteren, és azonnal ugranak, mennek az utcára, azonnal elkezdenek beszélni róla, mintha az lenne a valóság. Ezt akarják úgy, mint egy, hogy távirányítása a technológia segítségével. Ez az, ami felé közeledünk. A szaudiak, az izrael, úgymond izraeliták, aki, legalábbis ezek a karakterek, akik most ott tartózkodnak, vagy, vagy az amerikaiak, akár a jemeniek, Irán, mind-mind együtt dolgozik, hogy megtévessze a tudatlan lakosságot. És borzasztó ugyan maga a látvány, de így néz ki egy valódi terrotámolás, egy valódi háború, nem, nem azok a hollywoodi produkciók, meg azok a gyakorlatok, amiket Európában az emberek azt hiszik, hogy terrotámolás, mint a mostani londoni hoax, vagy a párizsi, vagy az összes többi a brüsszeli robbantás, vagy a Boston maraton, ez, ezek a hoaxok, ez a hazugság, ami csak manipulálja a tudatlan tömegeket. Így néz ki egy valódi háború valódi háborúk vannak, valódi áldozatok vannak, csak nem a mi utcáinkon Európában. Ami itt történik, az csak propaganda azért, hogy az emberekkel elfogadtassa azokat a dolgokat, amiket az elit már régen kigondolt és szeretne végrehajtani. Így működik az egész világ. Úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy amikor hüledezik, meg megváltoztatja a profilképét, szivárvány színűre, egy-egy hoax után, mint az Orlandó lövöldözés, vagy a francia zászlóra egy-egy hoax után, mint a franciaországi terrortámadások, akkor gondolkozzon el azon, hogy mi az, melyek azok a területek, ahol valóban emberek halnak meg, ahol valóban szenvedés van, és háború és terrorizmus. És hát, ha sikerül felébredni néhány embernek, és látni azt, hogy milyen álomvilágban él. Utolsó a Your News Wire, csak hogy megmutassam, hogy valóban egy hazugság az egész csatorna, itt is ugyanaz a propaganda megy, mint ami az összes többi csatornán, ez pedig az, hogy felkészül az állam, az amerikai egyesült államok az atomtámadásra, az atomtámadási hoax, én nem mondom, hogy nem lesz háború, biztos, hogy lesz valamilyen formában, biztos az is, hogy van olyan bombájuk, ami óriási pusztítást végez azonban a rádióaktivitás, maga a nukleáris energia, ugyanúgy, ahogy ez a bomba, egy hoax, egy hazugság csak arra szolgál, hogy a félelmet keltse, ugyanúgy, ahogy a Your News Wire, vagy az összes ismertebb alternatív hírcsatorna mindet ugyanazok irányítják, hiszen ugyanaz a szemét ömlik belőle, úgyhogy aki ezek alapján próbálja az igazságot keresni, az rossz úton jár. Brüsszel, az Európai Unió egy színház, ugyanúgy, mint az összes politikai elem. Sajnálatos, hogy az emberek nem értik. Ezek az emberek együtt dolgoznak, ők az az igazság, hogy egyáltalán nem érdekli őket, hogy mi történik az emberekkel. Ha valaki azt hiszi, hogy ezek túlórában dolgoznak azért, hogy a mi életünk jobb legyen, és ennek ellenére mindig rosszabb és nehezebb, akkor sajnos az része annak a problémának, amiért harcol, hogy eltüntesse. Ezek az emberek ugyanolyan színészek, mint amik az előző videókban láthattatok. Az egyetlen szerepük az, hogy a propagandát terjeszék, és a világot, az új világrend, a világkormány felé, Terelgesik. Ha azt hiszi valaki, hogy Orbán azért harcol, hogy nekünk jobb legyen, vagy gyurcsány, vagy, vagy ez a bolond a képen, akkor mit csinált eddig az az ember vajon? Teljesen fölösleges azt nézni, hogy mi a vita tárgya, mit mondanak, vagy mit, mi az, amivel próbálnak minket meggyőzni. Az a lényeg, hogy mit csinálnak, mi az, ami a háttérben zajlik. Mindannyian egyetértenek abban, hogy egy, hogy egy unió szükséges, hogy együtt dolgozzunk, az szükséges. Teljesen mindegy, hogy, hogy, hogy beszélnek? Ez a, ez a célja mindegyiknek. Mi, miért is ne lenne ez Merin Löpennek, vagy, vagy Orbánnak, vagy vagy az összes többi farázsnak Angliában? Ugy, ugyanezért dolgoznak. Csak egyszerűen mindenkinek más a szerepe ebben a nagy színjátékban. Mindenki más tud, mindenki más szinten van beavatva, azonban egy célt szolgál, ugyanúgy, mint egy cég vagy bármilyen csoport. Akik a tetőpontján vannak a csoportnak, azok tudnak a legtöbbet, a többi csak csinálja a feladatát, és mindaddig, amíg csinálja, addig ő lesz az a bohóc, aki ellátja azt a feladatot. Abban a pillanatban, hogy nem látja el ezt a feladatot, onnantól kezdve lecserélik, és egy újabb bohóc alakítja azt a szerepet. Ez a lényege a politikának, ugyanúgy, ahogy a tudománynak, az oktatásnak, a médiának és a szórakoztatóiparnak, hogy a propagandát terjeszti és az embereket megtévessze. Mondom, ugyanez a helyzet bármelyik cikket olvasok az eu az EU, ugyanúgy, ahogyan az összes kormány részét képezi a elkövetkezendő világkormánynak, az új világrendnek, és ezért dolgoznak. Teljesen mindegy, hogy ki mennyire utálja Orbánt, ugyanez a helyzet a másikkal, akit kedvel. Mindenki, aki benne van ebben a, ezen a szemétdombon, amit, amit politikának hívunk, aki ennek része, az csak azért a része, mert azt a programot hagyja végre, amit rábíztak, vagy amit azok, akik uralják és irányítják a világot, akarnak, hogy ő csináljon. Ha nem ezt csináljon, nem lenne ott. Most itt arról van szó, hogy Európának ugye elege van a konfliktusokból, nem szabadna újabb frontot nyitni egy olyan ország ellen, amely csak saját kulturális önazonosságát védi. Persze, így vagy úgy, mindenképpen az egyesülés a lényeg. Ha teljesen mindegy, hogy melyik oldalt nézzük. Ugyanaz a célja mind a két oldalnak. Akik már hatalmon vannak, ott akarnak maradni, és meg fogják tenni mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy ők ott maradjanak. Akkor is, ha ez végke hazudni egy egész életet, és ez az, amit csinálnak. Érdekes az, hogy Trump támogatja Izraelt. Én nekem meggyőződésem, hogy Izrael és Amerika el fog szigetelődni az össze csapások végén, illetve az a cél, ez csak az én értelmezésem az írásoknak de én úgy gondolom, hogy Izraeli és Amerika el fog szigetelődni a többi országtól. Szerintem erre már látunk jeleket egyébként, és aki igazán figyel, az látja, hogy az Európai Unió, a NATO nincs-e teljes összhangban az Amerikai Egyesült Államok úgymond politikájával, ami tulajdonképpen a propagandának a megnyilvánulása, és természetesen ez a céljuk, hogy az elkövetkezendő káoszból újjászülessen, a világ és ez az ő úgynevezett új világrendjük, ezt a célt szolgálja a politika. Az, hogy Trump Jeruzsálembe helyezi az amerikai nagykövetséget, ezzel elismeri, hogy hogy Izraelnek Jeruzsálem a fővárosa, és Izrael létjogosultságát, amiben egyáltalán nem érte egyet a nemzetközi úgymond közösség, az a brigád, amelyik manipulálja a világot, mint az ENSZ és a többiek. Ez érdekes szerintem legalábbis, hogy egy jel újra ami, arra, amit mondtam, hogy Izrael és az Amerikai Egyesült Államok ilyen vagy olyan módon, de magára marad a végén. De ezt majd meglátjuk. Minél inkább, minél inkább valamilyen téma a közmédiában és a köztudatban van erőltetve, annál inkább biztos, hogy ez egy hoax, egy hazugság és része a propagandának, Ugyanígy a klímaváltozás és a globális felmelegedés. Én nem azt mondom, hogy nincs, és nem ember alkotta. Én azt mondom, hogy nem azért van, amiért mondják. Ha ők azt mondják, hogy széndiokszid miatt van, akkor biztos, hogy nem az. De logikátlan is az egész, hogy is lehetne széndiokszid miatt, hiszen széndiokszid az, amit mindannyian kilélegzünk. Akkor ez azt jelenti, hogy az emberiség és az élőlények a probléma, ami végezetül az ő propagandáikat fogja szolgálni, hiszen a lényeg az, hogy csökkentsük az emberiség számát, hogy mindent szabályozzunk, hiszen minden kilégzésünkkel rontunk a helyzeten, ami, ami nem, csak hogy nevetséges, hanem szánalmas is maga az egész. És az a tény, hogy ez a hivatalos álláspont bizonyítja, hogy ez egy hoax. Azok, akik azt hiszik, hogy ez nem elég bizonyíték, azok nyugodtan keresgélnek kutassanak, és mindig is ugyanarra a megállapításra fognak jutni, hogy már pedig azért van klímaváltozás, mert mi sokat lélegzünk, és a tehén sokat szellem. Természetesen maga ez a klímaváltozás, a hoax és a globális felmelegedés nagyszerű eleme annak a félelem propagandának, amit imád az elit és azok, akik uralják és irányítják a világot az ellenség vezetésével, hiszen az emberek félelemben élnek, és így nem tudnak koncentrálni arra, ami fontos, ami valóban zajlik a valódi világban, hanem el vannak foglalva azzal, hogy ebben az álomvilágban élnek, ahol, ahol atombombák, meg atomreaktorok robbannak fel, meg ahol a tehenek gyakorlatilag a kipusztulás szélére fingják a világot. Végezetül pedig azt találtam azt, ando, hogy az, azok az alternatív hírcsatornák, illetve különböző portálok, amik úgymond terjesztik az igazságot, vagy pedig bármilyen híreket, ugyanúgy részei a propagandának, mint, mint a közmédia és a hivatalos álláspont, hihetetlen magazin nagyszerű példájára. És Steve Coyle is, ugye Steve Coyle rengeteg információt oszt meg, ami hasznos lehet a, az emberek számára, akik az igazságot keresik ugyanakkor, a szánamos UFO dolog és a, a földgömb és az űrkutatás még mindig része annak, amit ő állít. Ez az, amiről lehet tudni, hogy Steve Coyle és ugyanolyan része a megtévesztések, mint amilyen akár David Ág Alex Jones vagy például CNN. Mindig elárulják magukat, hiszen valamennyi hazugság hazugságot csempésznek abba, amit mondanak, így tartják a tömegeket benne az álomvilágban, illetve egyik álomvilágból ringatják a másikba azok, akik hisznek az ufókban, az űrkutatásban, a názának, és ezeknek a dolgoknak, azok sajnos el vannak tévedve. Náz egy hoax, egy hazugság, egy megtévesztés, hogy elítesse az emberekkel azt, hogy az űrkutatás létezik, hogy egy nap eljönnek az éljenek is, majd összeülelkezünk velük, és a kollamacikkal, és együtt fogjuk énekelni a magyar nemzeti dalt. Mindeközben sajnos az embereknek nem tűnik fel az, hogy itt ugye egy balisztikus rakétát, láthatunk egy föld-föld és ugyanolyan a pályája, mint amilyen a NASA rakétának, hiszen ugyanoda mennek ez a NASA rakéta bele a tengerbe, az a rakéta pedig bele a földbe, úgyhogy remélhetőleg hasznosnak találtátok a videót, szombatonként élőben a Facebookon jelentkezünk és akinek kérdése van, ott felteheti ezt jelenleg a Héber, Izraelita zsidó kérdéssel foglalkozunk, és azzal, hogy mit mond az írás erről, mindenkinek a legjobbakat és halleluja. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!